Nos, akkor itt vagyok a második része, amikor már készen van a hús, megfőtt. Most egy pillanatra ki fogom szedni, ez a gombás vaddisznócom, ki fogom szedni egy pillanatra a húst, mert szükségem van erre a lére, a szafra. A hús az teljesen megfőtt. És ebbe a húsos szappa bele szórom egyszerűen a gombát. Így. Gomba össze fog esni. Ez egy fél kiló gomba tulajdonképpen. Nagyon-nagyon csöpp vizet öntök alá, így. És letakarom. Jó, tehát tulajdonképpen ez így. Picit összeforgatom. Gombának pár percre van szüksége, nem több időre. Igen. A bérleveleket kidobálom belőle. Egy nagyon pici petrezselyem levelet, sajnos csak szárított van. Csináltam kettő teáskanálnyi kukoricakeményítőből egy habarást. Így. És visszarakom a húst.
is kész is van. Lezárom a tüzet. És az eredmény egy ilyen nagyon kellemes, szószos. Vaddisznó comb gombával. Mivel hogy tegnap tehát ez kész is van. Megmutatom közelebbről. Jó étvágyat kívánok, köszönöm, hogy megnézted a videót, jó egészséget kívánok, semlegombmacsal fogom tálalni. Minden jót, jó egészséget, szervusz!